Idén negyedik alkalommal rendezték meg Kistarcsán a térség egyik legnagyobb gasztronómiai eseményét, a Böllér Fesztivált. Eltérően a korábbi évek gyakorlatától a fesztivál már pénteken kezdetét vette, amikor is a szervező kistarcsai önkormányzat a testvértelepülések delegációit fogadta a Csigaházban. Külföldi vendégeinket fogadjuk most, akik a pályázati részvétel kapcsán érkeztek hozzánk. Itt két pályázat is összefutott, úgyhogy elég népes a társaság. 11 nemzetből, országból jöttek, és őket próbáltuk most itt összebarátkoztatni, összeismertetni röviden. Aztán holnap pedig majd folytatódik az egész napos rendezvény során, hogy egymást kellőképpen megismerjék. Például ugye a lengyel testvértelepüléssel, ha szabad így fogalmazni, imádjuk egymást, ahogy a klasszikus mondás mondja, lengyel-magyar két jó barát, és mi ezt az első pillanattól betartottuk, valahogy nagyon egymásra találtunk ezzel a kedves kis településsel, amelyiket úgy hívnak, hogy Radomišl nad Sanem. Ők egy kicsit kisebbek, mint mi, körülbelül fele akkor a település, de rendkívül aranyos, kedves, szívélyes lelkületükben hozzánk nagyon hasonló emberek. Aztán meg nyilvánvalóan a korábbi testvértelepülésünk Torja, az már úgy jön haza, mint egy barát, mint egy rokon, akivel nagyon bensőséges, szívélyes a kapcsolatunk. Érkeztek Németországból, Dresdából, érkezett egy Veronából egy fiatalember, Makedóniából, Szerbiából, Kopácsó, Horvátországból. A szlovéneket ugye már korábban említettem, ők egy nagyon népes társaság, 57 fővel, és Szlovákiából is jöttek most négyen, holnap pedig még csatlakoznak hozzájuk. Én úgy látom, hogy mindenki vette itt a lapot, és ahogy körbenézett a különböző nemzetek zászlait, meglátta fölfüggesztve, akkor azonnal fölmérte a helyzetet, hogy itt egy nagy nemzetközi egyveleg van, egy nagy nemzetközi kavalkád, amiben majd remélem mindenki nagyon jól fogja magát érezni. Ez az egész dolog ugye az Európa a polgárokért, mondhatom azt is, hogy Kistarcsa a polgárokért rendezvénysorozat keretén belül zajlik, és bízunk benne, hogy mindenkiben maradandó
emlékeket fogunk okozni. Tisztelt vendégek, akkor ezt a folyét már elsütöttem tavaly Tórján, a barátság sétapálcájából, a barátság pálinkájával szeretném megkínálni minden kedves csapatvezetőt. Jóféle magyar baracpálinka van benne, és akkor fogadják szeretettel, és megkérem a Zsoltot, hogy akkor jöjjön közelebb, a dugót kihúzzuk, és kiálljuk körbe. Egészségükre! Az ismerkedési estet táncos mulatság zárta, ahol a kistarcsai rendezvények állandó szereplője a Prestige Band szolgáltatta a zenét. A babám tudok köszön, a száját tudok köszön, a pici száját tudok köszönöm. Ellentem tűn után, hogy sülök társ után, hiáll a szép leállt a kapukban. A babám tudok köszön, a száját tudok köszön, a pici száját tudok köszönöm. Február 7-én szombaton már kora reggel készülődtek a csapatok a megmérettetésre. A 15 benevezett csapat számára balesetvédelmi oktatással indult a böllérverseny. Késekkel vigyázni, pálinkával úgy vigyázatok, hogy élesek a kések, forró víz, tűz, perzselés, tehát a testi épségre különösen legyetek szívesek, vigyázatok. Ez volt a munkavédelmi oktatás. Hátra még a zsűri bemutatása. Az én felsorolásom szerint Bede Robert mesterszakács úr. Szeretettel köszöntünk, tavaly is itt voltál körünkben, nagyon nagy sikerrel. Szőke András elmaradhatatlan párja, színművész úr, aki sajnos tavaly beteg volt, de nem fogja megbánni, hogy idén meggyógyult. Dr. Gotthard Gábor, 7. kerületi jegyző úr, aki kistarcsai kötődésű, kistarcsai születésű. Herzku János életműdíjas mesterszakács és a zsűri elnöke is egyben, őt jól ismerik a helyiek. Juhász István vállalkozók baráti körének elnöke, szeretettel köszöntjük a zsűriben. Fábián István tűzoltó alezredes urat, katasztrófavédelmi főparancsnokunk. Ország Tibor Hentes Mészáros urunk, aki szintén helyi kötődésű, illetve Lovasi József szabadtűzi lovagrend, rendvédelmi főkapitány urat a zsűriben köszöntjük. Ők fogják majd megvizsgálni, hogy mit csináltok az első mozzanattól az utolsóig, aztán meg is kóstolják az általatok elkészített ételeket. Akkor itt erre megkínáljuk az embereket. Jó reggelt kívánok! Hoztam egy kis pálinkát, hogy bátorítsuk a disznót. Kikér egy kis pálinkát. Elméletileg fél a pálinka van benne.
Nagy szeretettel köszöntöm a nézőket, hát itt most még a hold fölöttem, ha látná a kamera, fönt van, most van a szúrás pillanata, a versenyzők szúrnak. Hát nálunk, ahonnan én jöttem a Bakonyból, egy 10 évvel ezelőtt előfordult, hogy nagyon barátságosan szerették volna leszúrni a disznót, a karcsiék, ez a síkon volt, és előtte volt egy úgynevezett pálinka ivás is, mint amit itt lehetett látni a közösségi szintérnél, csak nálunk speciális pálinka van. Úgyhogy megcsúszott a böllér, mert kicsit disznószaros volt az udvar, elcsúszott a késsel, úgyhogy a hátul fogták a disznónak a lábát egy ilyen kampóval, karcsit a 160 kiló volt, végighúzta a szaron, és átment a Hugi néniékhez a virágos kertbe, mert ott volt egy kis kert, ahol palántázás volt, úgyhogy benne a sátorba fogták meg. De itt minden rendben van, nagyon jó hangulatban vagyunk, gyönyörű idő van, nincs hideg, tehát egyáltalán fázunk, és mindjárt kezdődik a szúrás, mi most pontozunk. Szőke András voltam innen a kerítés mellől. Yeah.
Amíg a csapatok a sertések bontásával foglalatoskodtak, addig a polgármesteri hivatalban megkezdődött az Európa a polgárokért program keretében megrendezett konferencia. A megnyitót követően többek között Szlovéniából és Szlovákiából érkezett meghívottak előadásait hallgathatták meg a résztvevők. A horvátországi Arany János Magyar Kultúregyesület képviseletében Kriák Diana tartott előadást a kettős állampolgárság témájában. Horvát-magyar megállapodás ugye 2011. január 18-án a Magyar Köztársaság közigazgatás és igazságügyi minisztériuma, külügyminisztériuma és a horvátországi magyarok demokratikus közössége vezetői együttműködése, tehát vezetőségeivel együttműködésben megállapodást írtak alá az egyszerűsített honosítási eljárás honosításhoz kapcsolódóan, hogy zökkenőmentesen menjen, ugye ügyintézésekben segítettek, méghozzá az érdekvédelmi szervezetek minden településen tartottak lakossági fórumokat, hogy eljuttassák a hiteles információt, hogy megkönnyítsék ugye az állampolgársághoz szükséges iratok beszerzését, igyekeznek minden szempontból megkönnyíteni a kérelmezők dolgát. Ugye tegnap este úgy mutatkoztam be, hogy Kalondáron kis településről érkeztünk, de végül is egy intézménynek a nevében, a Regionális Aktivitások Intézete nevében. Ennek az intézménynek az a feladata, hogy a nógrádi, főleg a felvidéki nógrádi településeket, magyar településeket még úgy, ahogy megpróbáljuk összetartani. Igazság szerint, ha a felvidéki magyarságot figyeljük, akkor ott középen az a leggyengébb láncszem, tehát a losonc alatti magyarság tényleg ott egy-két településre szűkül, aztán keletre megint egy kicsikét már jobban vannak, és Csalóközben ugye ott még több magyarság él, úgyhogy őnekik még jobb a helyzetük, tehát mi most már tényleg az utolsó erőnkből próbálunk még valamilyen szinten kapaszkodni. A kora délelőtti órákban is már sok érdeklődőt vonzott a Kistarcsai Bőlér Fesztivál, amelyre idén két csapat is érkezett Erdélyből. A negyedik Kistarcsai Böllér Fesztiválon ismét vendég Erdélyből Tórja település polgármestere és csapata. Mivel készülnek a Böllér Fesztiválon, milyen erdélyi különlegességet állítanak össze? Van-e közte az ételek közt ilyen is? Van persze, hát az mi kijöttünk egy hatfős csapattal. Polgármester felesége, alpolgármester felesége és egy képviselő felesége. Szóval kimondottan a település képviseljük, már ezekből is adódóan. És próbáltuk hozni az innen 750 kilométerre levő székelyföldi településnek a hagyományait. Úgy, hogy tanultuk mi otthon, és persze tovább is csináljuk mostan is, és azt szeretnénk adni a jövő nemzedéknek is. Ezért készültünk is házi kenyérrel, pityókás házi kenyérrel, sütöttük csütörtökön, házi kolbász, szalonna, és azokat a falusi házi termékek, amik most jelenleg is egy falu szintén, egy 4000-es település, amelyik foglalkozik mezőgazdasággal, erdőkitermeléssel, állattenyésztéssel, és hogy éli mindennapos életét, hogy vágja a disznót. De hoztuk a harmonikát is, mert a székely embernek, amikor disznóvágáson az egy ünnep, mert ugye egy évig neveli, egyet, kettőt, hármat, attól függ, hogy milyen módú, és amikor majd levágja, akkor ugye ünnep van a családban, mindenki jól érzi magát, meghívnak a komát, nagymamát, nagytatát, testvért, leányt, mindenkit meghívnak. Van a disznótoros vacsora, ugye, és ezt próbáljuk most feleveni itten, Kistarcsán, a testvér településünkben. Készülünk. Lesz egy ilyen ágas fánk, ahol ki lesz majd rakva, hogy amit füstölünk, az itt élőben fogjuk is füstölni. És a többi termékeket, például hurkát, háromfajta hurkát, almás hurkát, véres hurkát, májas hurkát, kolbász, csípőst, fokhagymást és szárítani valót, föltúrt malackát, fátyolba föltúrt kolbászhússal, megtöltött szüzérmét, akkor szüzérmét betöltjük a dagadóba. Szóval többfajta termékünk van, amit nem készültünk kimondottan mi ide, hanem azt, amit otthon szoktunk csinálni, bemutassuk itten is. Hát nagyon sok mindent hoztak. Biztos, hogy meg volt tömve az autó vagy busz, mert még a fenyőág is Erdélyből van, de miért van itt a fenyőág? Hát nekünk a fenyőág az egy szimbólum, az a térség gazdagságát jelenti, sokan abból élnek a fenyőből,
És az a fenyőág, ugye, az az illat, az a, hát karácsonykor miért öltöztet mindenki karácsonyfát? Az illatáért azért már zöld, azért már halhatatlan, mert mindig zöld, örök zöld. Na most már ez a halhatatlanságot képviselj nálunk, mi ott vagyunk innen 740 kilométerre, de ha kell, 6 órán belül termettünk. Olyan, mint a gyors katonaság, ha hívnak, jövünk. De nem csak fenyőággalt hoztak, hanem elmondhatjuk, hogy az önök házikójánál kolbászból van a kerítés. Ki készítette ezt a gyönyörű dekorációt? Hát megint próbáltuk szimbolizálni a székely gazdaságot. Szóval van egy ház, van egy melléggazdaság, van a gémeskút, az állatok, a berakott fa, ugye kolbásszal próbáltuk szimbolizálni, mivel disznótoros fesztiválon vagyunk. Persze a sasok, a sasok azok kolbászból, kerítés meg szalonnából. Ide illő helyi, tájba illő dekoráció, asztal dekoráció, ami látom, hogy nagy sikert aratt, mert mindenki csodálja és nagyon is élvezi. Vagy az is lehet, hogy Tórián is kolbászból van tényleg a kerítés? Hát meg kell dolgozni érte azért, hogy abból legyen. Meg kell dolgozni, mindenütt. Mi is Európában élünk. Erdélyországból Előpatak településről ellátogattak először a Kistarcsai Böllér Fesztiválra. Hát ez egy megtiszteltetés volt számunkra az, hogy úgymond az anyaországból meghívtak minket erre a fesztiválra. Mi is már több éve részt veszünk ilyen fesztiválonkon a környékben, és úgy éreztük, hogy azért mégis egy maximális kihívás az, hogy itt is bizonyítsunk a Kistarcsai Fesztiválon. Mi készül itt, mondjuk el a nézőknek? Hát ebben most egy kis tepertő készül, fűszer nélkül egy kevés sóval, mint ahogy otthon szoktuk. Azt látjuk, hogy hatalmas és nagyon szép guszta kenyerek vannak itt. Mi a súlya egy ilyen kenyérnek? Ilyen 6 kilós házi kenyér, úgymond, igazi erdélyi, székelyföldi, pityókás házi kenyér. Kentünk is belőle egy ilyen szelet zsíros kenyeret. Tehát a székelyföldi hagyományok alapján egy családba vagy egy hónapba kétszer süttek kenyeret. És akkor mindig megsüttek 8-10 kenyeret egy sütéssel, és az 2 hétig kitartott a családnak. A Böllér Fesztivál színpada délelőtt folyamán kistarcsai hagyományőrző csoportok, valamint a külföldi vendégek bemutatóinak is helyet adott. A mezőnyt idén is erősítették helyi böllér csapatok. Készül a sok hurka kolbász, viszont itt nem ez készül. Itt egy ilyen párolt káposzta lesz, tarjával megcsütjük, meg ilyen szaltok a szalonnával. Először nevezett be a csapat? Nem, a böllér fesztivál? Nem, most már 4. éve, minden év, ahol mióta Kistarcsán van a fesztivál, azóta részt veszünk. Szeretik-e ezt a Böllér Fesztivált? Igen, szeretünk részt venni. Jó hangulat van, jó társaság van, jó csapatok vannak. Sikerült-e
korábbi években eredményt elérni. Itt Kistarcsán tavaly másodikok lettünk a kolbász ízesítésű fesztiválon. Gádoroson voltunk többször, ott már több díjakat nyertünk, ott az első, második helyezés, meg főzőversekein szoktunk menni, ott is több díjat nyertünk már. Fehéret virágzik, fehéret virágzik az akácfa. Nem kell nékem senkinek a megunt babája. Nem kell nékem senkinek a megunt babája. Babája, akármilyen szép is, szerelmet ígér is, de hiába. Van-e a csapatba hivatásos Böllér? Nem, mindenki a családdal tanult, úgyhogy ez mind a rokonok a családból. Nagyapám, ő volt, aki tanítgatott minket annak idején. Mindig maga mellé vett, és ő mutatott meg mindent. És van lehetőség böllérkedni egyébként a családba, úgy hát most már ritkábban már nincsenek termények, amiből állatokat nevelnének, így már ritkábban. Kevés már gyakorlat. Így legalább lehetőséget kapunk egy-egy ilyen, legalább egyszer egy évben. Ilyen. Hiányzik ennek a hangulata? Persze. Hiányzik a nagyapámnak a hangulata, mert ő adta mindig azt a feelinget hozzája, amiért érdemes volt ilyenre elmenni. Gőzölgő hurkák a padon, kik készítették ezt? Hát örülnék, ha azt mondhatnám, hogy a polgármesteri hivatal dolgozói, de hát ez nem fedné teljesen az igazságot. A polgármesteri hivatal dolgozói és annak azok közvetlen hozzátartozói, tehát leginkább a kolléganőim és azok férjei, testvérei és a család mondhatni. Tehát ez egy közös termék, közös mű. Ki lehetne őket hagyni a Böllér Fesztiválból? Semmi esetre sem. Azt hiszem azért ez nekünk, a polgármesteri hivatal dolgozóinak önállóan nem menne. Mi nem erről szólunk, meg nem is ez a feladatunk, hogy ebben otthonosan mozogjunk. És mit készített a csapat? A klasszikus disznóvágási termékeket, a hurkát, a véres hurkát, májás hurkát, a kolbászt, akkor itt a mögöttem látható igazából csak kóstoló szalonnaféleségeket, és ami a fő menünk, a húsleves, a disznóvágásos húsleves és a káposzta. Sok mindent felsorolt jegyzőasszony, hogy mit készített a polgármesteri hivatal csapata, de látunk itt még más egyebet is. Órialeves van, csigatésztával. A zsűri elé megy az órialeves, a savanyú káposztán sült oldalas, és csörögefánkot fogunk desszertnek felkínálni még nekik. És valami innivaló? Innivaló? Hát ugye reggeli órákban tejával készültünk a kedves vendégeknek, meg forralt borral, a pálinkán kívül persze természetesen. Az elengedhetetlen egy ízi disznóvágásnál pálinka, hiszen ott a szlogenünk, egy jó pálinkával kezdünk, és lámkolbász lett a végén belőle. Sokan fontosnak tartják, hogy gyermekeikkel is megismertessék a disznótorok hangulatát, szokásait, ezért családjukkal érkeztek a Kistarcsai Fesztiválra. Nagyon nagy örömmel jövünk Kistarcsára mindig a Böllér Fesztiválra. Nagyon nagy élmény a gyerekeimnek, feleségemnek, meg saját magamnak is az, amit itt látunk. Látjuk a disznónak a feldolgozását és a végtermékeket is, amiket nagy örömmel fogyasztunk. Itt is, otthon is. Gyermekkorom jut eszembe, amikor hát én falun nőttem föl, Esztergom mellett egy kis faluban, és mind a kettő nagyszüleimnél voltak állatok, voltak tehenek, disznók, és hetente voltak disznóvágások. Ugye decembertől februárig kitartotta, ugye még a farsangi időszakban is még hetente voltak disznóvágások. Keresztmamánál, a többi rokonnál, és akkor mindig úgy időzítettünk, hogy minden szombaton volt egy disznóvágás, ami átnyúlt általában vasárnapra, mert mi a töpörtyűt, azt mindig vasárnap sütöttük ki, mert szombaton már nem volt rá idő, mert mi kettőt vágtunk naponta. Tehát szombaton levágtunk kettőt, és a hurkát is az abáléba már vasárnap tettük be, és a szalonna kisütése, a töpörtyű készítés is már vasárnap történt. Hát ez a nosztalgia. Most már sajnos a nagyszüleim nem élnek, most már nagyon ritkán járunk el disznóvágásra, de nagy öröm nekem az, hogy itt látjuk azt, hogy itt most
nemzetközi méreteket öltött a disznóvágás. Már láttunk itt felvidéki, erdélyi, lengyel testvérvárosokból érkezett küldöttséget. Nagyon nagy örömmel látom azt évről évre, hogy egyre többen vannak a Böllér Fesztiválon, és hát azt is örömmel látom, hogy a fiatalok végre megtanulják azt, hogy a hurka meg a kolbász az nem a hipermarketeknek a mélyhűtőládájában terem, hanem a kezdetektől hogyan kell elkészíteni, és ez nekünk nagyon nagy öröm. Mit kóstoltál meg itt a fesztiválon? Én még egyelőre semmi, de szeretnék mindenből egy kicsit megkóstolni. Szereted ezeket az ízeket? Persze, szeretem. A csípőset is szeretem, csak hát nem nagy mennyiségben. Te megkóstoltál-e valamit már a fesztiválon? Hát jelenleg még nem, de én is nagyon szeretnék valamit, mert én nagyon szeretem a hurkát, főleg a véres májas hurkát. Hát csípősért nem igazán vagyok oda. Van-e lehetőség ugye az év során, hogy otthon is disznótorost csináljanak? Igen, volt már a lehetőség, otthon vágtunk már közösen az egyház közösségben disznót, úgyhogy csináltunk már táborozó gyerekeinknek egy nagy-nagy disznóvágást. De hát azért nem sűrűn akad ilyen lehetőség, de fesztiválozni mindenképpen nagyon szeretünk. A Kistarcsai Böllér Fesztivál délutáni programjait térségi magazinunk következő számában mutatjuk meg önöknek. Tartsanak majd akkor is velünk! Thank you.